Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt, e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket az 5. Földművesek Országos Emléknapja rendezvényen, amelyet ebben az évben a mi falunkban Alsó-Némedin rendez, az Arany Korona Alapítvány, a támogatók és Alsó-Némedi Nagyközség önkormányzata. Ünnepségünket egy hívogató harangszóval kezdtük. Ez a hívogató harangszó, majd megkérem, ha kedves Zsoltit, hogy újra kapcsolja be egy kicsit, az Alsó-Némedi Római Katolikus Templom harangja, amelyik pont a mai napon ünnepli a 100. évfordulóját. Kérünk szépen még egy harangszót. A színpadon tetszenek látni az Alsó-Némedi Római Katolikus és a Református Egyház közös kórusát, az ő közreműködésével kezdődjék el a mai nap eseménysorozata. Közösen együtt felállva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Tisztelettel felkérem Alsó-Németi Nagyközség polgármesterét, dr. Tüske Zoltánt. Szíveskedjék köszönteni a megjelent vendégeinket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömömre szolgál, hogy e mai ünnepélyes alkalomra, az 5. Földművesek emléknapjára ilyen sokan elfogadták meghívásunkat, és jelenlétünkkel megtisztelik községünket, illetve elsőlegesen a magyar és ezen belül az alsó-németi gazdatársadalmat. Köszöntöm először is dr. Feldman Zsolt urat, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárt és kíséretét. Páncél Károly urat, országgyűlési képviselőnket, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét. Hilbertné Dancsok Zsuzsanna asszonyt, a Nemzeti Agrárkamara Pest megyei igazgatóját. Dr. Gyergyák Ferenc urat, Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkárát. Kékesi Márton urat, a Kisgazda Polgári Szövetség elnökét. Dr. Domanicki Endre jogtörténész urat, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet vezető kutatóját. Professzor dr. Sinóros Szabó Botond urat, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a New Jersey Tudományos Akadémia külföldi választott tagját. Dr. Csepregi Katalin történészt. Külön köszöntöm, hiszen nélkülük a mai nap nem jöhetett volna létre, Lambert Győzőné asszonyt, az Aranykorona Alapítvány kurátorát, és Petrás László urat, az Aranykorona Alapítvány alapító szervezőjét. Köszöntöm Vránics Zsolt urat, Nagyatádi Szabó István agrárminiszter leszármazottját, Harasztia Attila urat, Csokonya Visonta, Nagyatádi Szabó István szülőfaluja polgármesterét és a vele érkezetteket, professzor dr. Tenke Sándor urat, önkormányzati képviselőt Vasadról és Vasad község küldöttségét. Bukodi Károly urat, Ócsa polgármesterét. Szabó Gabriellát és Gyurászik László urat, Bugyi község önkormányzatának képviselőit. Köszöntöm a nagymúltú almatermelő település Tuzsér küldöttségét, így Lakatos Bertalan urat, a Nagy Sándor Kertbarát Klub elnökét és kísérőjét Révész György urat. Köszöntöm Alsó-Németi Nagyközség elöljáróságának megjelent tagjait, egyházaink vezetőit, köszöntöm fellépőinket, vendéglátóinkat, szervezőinket és segítőinket, és minden kedves vendégünket. Végezetül, de nem utolsó sorban köszöntöm a megjelent gazdákat és családtagjaikat, hiszen ez a mai ünnep elsődlegesen róluk szól. Egy tapsot nekik!
Alsó-Némedi Pest megye egyik legrégebbi települése, nemrégiben 2017-ben ünnepeltük községünk fennállásának 950. évfordulóját. Ez a csaknem 1000 éves történelem minden időszakában kötődött a mezőgazdasághoz, és kötődik ma is, amit mi sem bizonyít jobban, mint az itt megjelent fiatalabb és idősebb gazdák nagy száma. Az itt élő emberek korábban döntően, de ma is jelentős számban élnek állattenyésztésből, illetve elsősorban növénytermesztésből. Ebből fakadóan a tőzsgyökeres némedi lakosok szinte kivétel nélkül tudhatnak magukénak mezőgazdasági termeléssel foglalkozó, a mezőgazdaságból élő elődöt. Jó magam is ilyen családból származom, nagyapám is gazdálkodó volt, illetve édesapám korát meghazudtolva ma is gazdálkodó. Fiatalságom tanulmányaim folytatása mellett így volt szerencsém belelátni, belekóstolni a paraszti életbe. Ez az emlékem és tapasztalatom mondatja velem, hogy a mezőgazdasági termelés embert próbáló hivatás, különösen egy életen át. A sikeres gazdálkodás nem lehetséges kemény munka, kötelességtudat, áldozatvállalás és alázat nélkül, mint ahogy nem lehetséges gondosság és szakmai hozzáértés nélkül sem. Persze a földművesség kihívásaink túl örömöt is hordoz magába, hiszen minden gazda büszke a sok, szépen megtermelt, egészséges terményre, amely aztán a fogyasztók a mi asztalainkra kerül. Azt gondolom tehát, hogy mindenki, aki ezt élethivatást szerűen űzi, és ezt sikeresen folytatja, megérdemli az elismerést. A gazdák áldozatos munkája a magyar gazdaság nagyon fontos pillére. Ezért is örültem a tavalyi évben Bukodi Károly polgármester úr felkérésének, hogy a mai ünnepnapnak Alsó-Némedi legyen a gazdája, hiszen Alsó-Némedit mezőgazdasági múltja és jelene, a némedi gazdák kezemunkája erre méltóvá teszi. Emlékezzünk tehát együtt ma Nagyatádi Szabó István első kisgazda mezőgazdasági miniszterünkre, az egyik legjelentősebb magyar parasztpolitikusra, emlékezzünk Varga Gedeonra, Alsó-Némedi gazdára, aki a független kisgazda, földmunkás és polgári párt országgyűlési képviselője volt 1945-től 47-ig, és ünnepeljük együtt a magyar földműves társadalmat. Köszönöm. Megköszönöm polgármester úrunk beszédét, köszöntőjét, és tisztelettel fölkérem dr. Feldman. Pillanat, jövök, csak a papíromat nézem, hogy jól mondjam a nevet. Bocsánat, tisztelettel felkérem dr. Feldman Zsolt államtitkárulat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Bocsánat. Szép napot kívánok mindenkinek, engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket. Külön köszöntsem a szervezőket, azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt években ennek az emléknapnak a szervezésébe fektettek, és amely a mai napig élteti ezt az eseményt. Köszöntöm külön polgármester urat, aki most Alsó-Némedi képviseletében bennünket kedves szavakkal köszönthetett, és helyet ad ennek a mostani emléknapnak. Köszöntöm Páncél Károly országgyűlési képviselő urat, aki jó gazdája ennek a térségnek, és valamennyiüket, Alsó-Némediről érkezetteket, távolabbról érkezetteket, mindenki, aki közvetlenül, vagy akár közvetetten kötődik az agráriumhoz, a mezőgazdasághoz, hiszen ez a mai nap, ez a mi közös ünnepünk, a földművesek emléknapja, ez a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasággal foglalkozók közös ünnepe. Ünneplünk, és egy kicsit azért valóban, ahogy polgármester úr is utalt rá, a gazdatársadalom megéri, megérdemli az ünneplést, hiszen talán nem kell hozzá nagy képzelőerő, nem kell hozzá nagy fantázia, vagy mélyebb ismeret, de mindaz, aki az agráriumban dolgozik, aki ebből él, az valahol mindenki egy teremtő, alkotó ember, hiszen az év valamennyi napján
vagy az állattal, a kisborjútól egészen a vágóállatig, a vetőmagtól egészen a betakarított növényig, egy folyamatos alkotás, egy folyamatos teremtés és hozzáértésen alapuló olyan munka, amely valóban elhivatottságot, elkötelezettséget, de a nap végén, vagy a betakarításkor jó esetben egy komoly elégedettséget és örömet, az alkotás örömét kell, hogy jelentse az ebből élők számára. És mindazok, akik ebben nincsenek benne, azok számára talán érdemes azt felvillantani, hogy ez a gazdatársadalom az elmúlt évszázadokban olyan komoly munkát végzett, ami alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy ahogy ma Magyarország kinéz, azt a tájat, azt a magyar gazdatársadalom mindennapi munkája alakította olyanná, amilyen. Azokat a szőlőhegyeket, azokat az erdősávokat, erdőket, amit főleg az alföldi területeken az elmúlt 100 évben Trianon után eltelepítettek elődeink, ez bizony a mindennapok kemény, kétkezi munkájának az eredménye, és így azért tudunk ma olyan csodálattal és tisztelettel beszélni a saját országunkról, mert bizony elődeink, gazdatársaink ezt az országot ilyenné tették és ilyenné alakították. Ezért mindenképpen tisztelet jár, azt gondolom, mindannyiunk számára. És van egy másik dolog is, amelyről érdemes megemlékezni, az pedig az, hogy bizony ez a gazdatársadalom bármilyen nehézség volt. Legyen az háború, valamilyen olyan nehézség, amikor szűkös esztendők jártak az országba, és bizony azért az elmúlt 100-150 évben azért kijutott ezekből, a magyar gazdatársadalom mindig olyan egészséges élelmiszerrel tudta biztonsággal ellátni az országot, hogy azok, akik semmiféle módon nem kötődtek az agráriumhoz, azok is ennek a haszonélvezői lényegében voltak, hiszen mindig volt élelmiszer Magyarországon a legnehezebb időkben is. És azt gondolom, hogy ez az elmúlt másfél évben, amikor hál' Istennek nem háború, de azért mégiscsak valamilyen oknál fogva egy nehezebb járvány okozta, nehezebb időszakban éltük meg minden napjainkat, még ha talán szerencsére egy háborúval össze nem vethető módon is, de mindig volt élelmiszer, mindig volt étel a magyar emberek asztalán, és ebben bizony nagyon komoly szerepe volt a hazai agráriumnak, a gazdálkodóknak, és mindazok, akik élelmiszert állítanak elő. És azt gondolom, hogy ez egy biztonságérzetet nyújthat mindannyiunk számára, hiszen ez az ország és ez a gazdálkodói kör, ez képes lesz arra, nem csak most, nem csak képes volt, hanem a következő évtizedekben és évszázadokban is képes lesz erre, jól sáfárkodva azzal, amit a Jóisten itt a Kárpát-medencében számunkra adott. És ez különösen fontos volt az elmúlt másfél év, hiszen meggyőződésem, hogy az a reputáció, az a megbecsülés, amely sokat alakult az elmúlt 100 évben, hullámzott a magyar gazdatársadalom iránt, azért emiatt a biztonságérzet miatt, amiatt, hogy mindig volt élelmiszer az asztalon, sokat javult az elmúlt másfél évben. Nem győztük eléggé, azt gondolom, a magunk részéről azt hangsúlyozni és megfogalmazni mindazon magyar állampolgárok, honfitársaink számára, akik élelmiszert már csak az áruházláncok polcain találkoznak, és nem tudják, hogy hogyan, milyen verejtékes munkával, mennyi fáradtsággal, mennyi tudással kell, hogy az oda eljusson. De azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évet ebben a tekintetben igyekeztünk jól kihasználni, hogy ezt megpróbáljuk valamiféleképpen újra ismerté tenni számukra. És különösen fontos volt ez akkor, hiszen ugye tagjai vagyunk az Uniónak hosszabb ideje, megtanultuk, hogy mi sokan szeretnek télen is valamilyen egzotikus országból származó gyümölcsöt enni, ugye a gyerekeink számára a banán-narancs az alapvető fontosságú, de azért ez a mostani időszak, főleg az eleje, amikor sérültek azok a nagy ellátási útvonalak, amikor ideér az élelmiszer, akkor bizony felértékelődött, hogy mit tudunk itthon mi előállítani saját magunk számára, felértékelődött az élelmiszer önellátásunk biztonsága, és erre mindenképpen azt gondolom, hogy sokak számára, sokak szeme felnyílt ebben a tekintetben. És akkor is egyébként, hogy és emiatt fontos az, hogy odafigyelünk a gazdatársadalomra, emiatt figyelünk oda, hogy mindig biztonságos magyar élelmiszer lehessen az asztalunkon, és akkor is egyébként, ha ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mi azért egy nagyon erősen a külső piacainkra is építő agráriumot viszünk.
a búzát, a magyar búzát keresik az olasz piacokon, a mi borjainkat keresik a török piacokon, a megybefőtjeinket a német házi asszonyok veszik, tehát ilyen értelemben mi nem csak itthon, hanem kívül is, máshol is lényegében fontos ellátó szerepet látunk el. És éppen ezért ez jól jelzi, hogy azért megváltozott az idő, annyiban megváltoztak az idők, hogy ma már egy gazdaembernek nem a szomszéd város piacán kell megalkudni a éppen aktuális kereskedővel, hanem bizony ennél azért kicsit bonyolultabbá vált a világ és az ellátási láncok, de mi azt gondoljuk, és ez nagyon fontos üzenet fiataloknak, idősebb gazdálkodóknak egyaránt, hogy ebben a kicsit-kicsit összetettebbé vált világban az összekapaszkodás, az együttműködés, az integráltság nagyon-nagyon fontos értékmérővé vált, és fájni fog a következő időszakban még inkább. Úgyhogy ez különösen akkor igaz, ezt hadd mondjam el ebben a körben, hogy akkor tudunk, akkor látszik ennek az eredmény, amikor a különböző gazdálkodók nem a különböző közösségi oldalakon próbálják meg megtudni, hogy ugyan mennyiért adják most éppen a nagybanin a paprikát, mennyiért adják most éppen, mennyiért lehet eladni az üszőt, hanem amikor ezt normálisan, csatornázott módon egymástól termelői közösségekben lehet megtudni formalizáltan. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy a közösségi együttműködés ideje a 21. században ez alapvető fontosságú, főleg a kisebb gazdaságok számára. És hogy hogyan lehet ezt a gazdatársadalmat erősíteni, hogyan lehet ebben a 21. század világban a hagyományos értékeink, hagyományos tudásunk mellett is sikeressé és eredményessé tenni, ennek azért van receptje, vannak eszközei, és ez nem egy reménytelen küzdelem. Néhány dologra hadd utaljak ebben a körben is, és ezzel talán megvilágítom, vagy szeretném legalábbis kicsit ezen ünnepnapon is, ezen az emléknapon is azt alá támasztani, hogy itt azért van hova a fiatalok számára is előre tekinteni. Meg példának okáért, mindazok, akik itt vannak, nagyon jól emlékeznek az 1990-es években létrehozott őstermelői rendszere, a 2000-es években pont a polgári kormányzás alatt létrehozott családi gazdaságokra, ami mind-mind arra szolgál, hogy megfelelő keretet, adózási, szabályozási, működési keretet adjunk a kisebb gazdaságok számára. Megreformáltuk. 2021-ben már új családi gazdasági rendszer van, megújítottuk és kedvezőbbé tettük az őstermelői adózást, pont amiatt, hogy mindaz, ami megszokott, velünk együtt élő és a gazdálkodók számára az életet könnyebbé tévő rendszer, ezt ne csak múlt időben, hanem a következő években és évtizedekben is működtetni tudjuk. Ez nagyon fontos, azt gondolom, hogy és ez a magyar gazdatársadalom elismerését is jelenti mondjuk az adózási rendszerben, mert bizony olyan kedvezményekkel tud ma egy mezőgazdasági őstermelő dolgozni, egy olyan a családi gazdaságaink olyan kedvezményekkel tudnak dolgozni, amely pozitív értelemben megkülönbözteti őket, akár sok más gazdasági ágazatban dolgozó honfitársunktól. Ez lényegében nyugodtan kifejezhetem, hogy a magyar kormány és a magyar társadalom elismerése, hogy mindezekkel a kedvezményekkel mi a magyar gazdatársadalmat meg tudjuk illetni tudjuk. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Másik ilyen, és ezt is hadd mondjam, ha már kicsit ennyi szakmát engedjenek meg nekem ebben a nem szakmától azért kicsit távolabb álló körben is, hogy bizony az összes gazdálkodó számára a legkisebbtől a legnagyobbig egy nagyon fontos kihívás lesz mindaz, amit ma mindannyian megtapasztalunk, hogy egy nagyon erős elvárás, hogy kicsit legyünk fenntartatóbbak, zöldebbek a termelésünk során. És ezt nagyon szeretném aláhúzni és hangsúlyozni, hogy ez nekünk, gazdálkodóról egy természetes dolog. Mi azt gondoljuk, hogy mi együtt élünk a természettel, alakítjuk, és ebből ennek felhasználásával élünk. És nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar gazdatársadalom védelme érdekében, amikor Brüsszelben az új uniós keretszabályok megalkotásakor a legkisebb gazdálkodók számára is ugyanolyan szabályok végrehajtását és alkalmazását szerették volna, akár egy 2-3 hektáros gazdálkodó számára is, mint amit egy 500 meg egy 1000 hektáros számára, akkor jól
ezzel talán jól tudom érzékeltetni, hogy nagyon kemény küzdelmekkel folytatni azért, hogy ebben az adminisztrációs terhekkel azért a modern korban meglehetősen terhelt gazdálkodási forma tekintetében is, ahol lehet, mindenhol védjük a legkisebbeket. Ez nagyon fontos szerintem. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy azokra is oda kell figyelnünk, akik csak félig vannak benne a mezőgazdaságban. Mert van főállásuk, de nem hagyták még el, vagy éppen szeretnének mezőgazdasági termeléssel foglalkozni, méhészkedni, gyümölcsöt előállítani, zöldséget termelni, mert nem akár a saját öröme, akár pedig azért, hogy akár azt eladja is. Számukra is fontos, hogy lehetőséget teremtsünk, hogy azok a földművesek, azt a földművesek számát, a hozzánk tartozó, ehhez a gyönyörű hivatáshoz tartozók számát bővítsük, és itt fontos, hogy olyan egyszerű lehetőségeket teremtettünk a támogatásaink között, aminek eredményeképpen pont az elmúlt hetekben, hónapokban a legkisebb üzemek számára, több mint 2700 ilyen kisüzem számára, aki csak ilyen félállású termeléssel foglalkozó magyarországi személy, számukra lényegében 15 milliárd forint támogatást odaadtunk arra, hogy tudjon erősebb mezőgazdasági tevékenységet folytatni, legyen esélye ebből a gyönyörű szakmából megélni valamilyen formában. És hát tekintünk a jövőre is, hiszen nagyon büszkék vagyunk arra a gazdálkodói körre, aki a 90-es években elindult, és két kézzel, verítékkel felépítette a gazdaságát, és szeretnénk, hogyha az újabb generációk számára egyszerűbb lenne ezek átvétele. És ezért van az, és ez, hogy az újabb földműves generációk számára megteremtsük a lehetőséget, hogy ebben az évben még megalkotjuk azt a gazdaságátadási szabályozási törvényi csomagunkat, ami segíteni fog abban, hogy a fiatalabbak számára minél egyszerűbb, adminisztratív módon lehessen az idősebbektől, a szülőktől, nagyszülőktől a gazdaságot átvenni. Mert abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek az üzemek menjenek tovább, működjenek, termeljenek, értéket és jövedelmet állítsanak elő. És ma bizony a fiatalok közül a 90%-uk egy működő gazdaságot vesz át. Ez egy nagyon fontos, hogy az utánpótlásunk lényegében alapvetően meglévő az önök, a magyar gazdatársadalom által az elmúlt 25-30 évben felépített gazdaságot vesz át. És nekünk az az érdekünk, hogy ezt minél könnyebben, minél egyszerűbben tudják megtenni. Ezzel azt gondolom, hogy utat nyitunk a következő generáció számára is. Úgyhogy én azt hiszem, és itt az ötödik földművesek emléknapján ezzel szeretném zárni a mondandómat, hogy tiszteljük a múltat, tiszteljük elődeinket, tiszteljük azt a munkát, amellyel lehetővé tették számunkra, hogy ma itt 2021-ben a Magyar Agráriumon beszélünk. Ennek nagyon fontos szövegje, letéteményese volt Nagy Atári Szabó István, akihez kapcsolódóan ez az emléknap el tudott indulni. És erre a múltra, az elmúlt évtizedek munkájára építve fogunk egy 21. századi a fiatalabb generációk számára is vonzó, élhető és a családjuk számára megélhetést jelentő új mezőgazdaságot építeni. Úgyhogy én hiszem azt, hogy ez a földművesek emléknapja ilyen értelemben, amelyel most emlékezünk a kétkezi magyar földművesről, mezőgazdaságban élőkről, ez a mostani munka jelenti annak az alapját, hogy ez bizony a következő évtizedekben is megünnepelhető legyen, és nem egy múlt, hanem egy jövőbeli erős gazdatársadalomra, családi gazdaságokra épülő magyar mezőgazdaságot fogunk tudni ezen a napon, szeptember 17-én ünnepelni közösen együtt. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, kívánom, hogy érezzék jól magukat itt ma Alsó-Nébedin. További szép napot! Szeretnénk megköszönni dr. Feldman Zsolt államtitkár úrnak a köszöntő beszédét, és engedje meg, hogy Alsó-Némedi falu nevébe egy kis útravaló batyút adjak. A vászontarisznyában egy házi kenyérke található, amit a helyi pékünk sütött. És még mellé tettünk egy kis innivalót is. Némedin sok sárgarépát és céklát termelnek, ifjú marosi Boldizsár gazda felajánlására ebből a finom répából és céklából készült pálinkát lehet megkóstolni. Úgyhogy tessék vinni tovább az útra. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, én is szeretném megköszönni
az Aranykorona Alapítvány és a Földművesek Napja alapítói nevében, hogy megtisztelte a mi rendezvényünket jelenlétével. Nagyon értékes beszédét megosztotta velünk, Isten áldja érte. Külön még meg kell köszönnöm a minisztériumnak azt, hogy kezdettől fogva minden évben támogatta erkölcsileg és anyagilag ezt a rendezvényt, mert enélkül nem tudtuk volna megtartani. Jó egészséget kívánok a további munkához. Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak sajnos el kell mennie, hiszen még nagyon sok helyen várják Magyarországon a biztató szavakat és a jó kívánságokat. Köszönjük, hogy megtisztelt minket jelenlétével, és üzenjük a továbbiaknak is, hogy mi itt maradunk Némedin, és a földet ugyanúgy műveljük tovább. Kerecsen táncműhely produkciója következik. Adjon az Úristen aranypaszaványos, ezüstgombos, rézsarkantyús, valóságos, szép napot! Az itt összegyűlt népnek kívánunk sok örömöt, vígságot, őrizzék meg szívükben a boldogságot, nyájasságot. Lesz itt most sok kopogó ritmus, felhangzik újra a vígdús, mi pedig táncolunk egy rövidkét, egy kis kurtát, és nagyon vigyázunk, hogy le ne tapodjuk az önök csizmája, cipelője, sarkát. No de beszédemben hosszas nem akarok lenni, régi, hagyományos magyar táncokat fogunk most bemutatni. Szóljon hát a zene! Az alsónémedi népér, ez a tánc most a milyen, a többi meg még ráér. Jó szórakozást! Húzd rá!
Ezt a fergeteges muzsikát, ezt a fergeteges táncot. Tisztelettel felkérem Lamper Győzőnét, az Aranykorona Alapítvány kurátorát, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Isten hozta a kedves vendégeket. A főnövesek emléknapján Alsó-Némedi nagyközségbe az 5. főnövesek napja országos rendezvényünkre. Nagyatádi Szabó István születésének 158. évfordulója, és az egész főnöveseink, közöttük is a helyi főnöves gazdálkodók az önök ünneplésére. Az Aranykorona Alapítvány és a főnövesek alapítói nevében köszöntöm minden jelenlévőt. Kiemelt tisztelettel önöket, a helyben élő és munkálkodó főnövelőket, családi gazdálkodókat. Egyúttal köszöntöm a hazánkon túlélő főnövelő magyar testvéreinket is. Az egykori főnövelési miniszter Nagyatádi Szabó István születésnapját szeptember 17-ét
2018 évben a Magyarország gyűlés a földművesek emléknapja rangra emelve a földművesek ünnepnapjává nyilvánította. Nagyatárdi Szabó István egész életében és minisztersége alatt a földművelő magyar emberek sorsának jobbrafordításáért munkálkodott. Nevéhez fűződik az 1920-as évi 36. földreform törvény. A nagyatárdi féle földreform közel 1 millió holdföldet juttatott a kisemberek kezébe, és 400 000-rel növelte a kisbirtokosok számát. 250 000 család jutott egyidejűleg házhelyhez. Sajnos a földreform folytatásához 1924 évben az éppen akkor regnáló kormány nem szavazta meg az anyagi fedezetet. Ezt követően miniszterségéről lemondott, hazament szülőfalujába, Erdőcsokonyára, jelenleg egy Rokonyavisonta községbe, vagy egy hónap múlva meghalt. A kis történelmi kitérő után mindenek előtt köszöntöm Alsó-Némedi Nagyközség önkormányzatának és dr. Tüske Zoltán polgármester úrnak, valamint minden munkatársának, hogy az idén Alsó-Némedi Nagyközség adott helyet rendezvényünknek. Az Aranykorona Alapítvány képviselőjeként és a Földművesek Napja alapítói nevében megköszönöm az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minden évi erkölcsi és anyagi támogatását, amelyek nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre. Nagy megtiszteltetés számunkra az is, hogy dr. Nagy István agrárminiszter úr elfogadta a rendezvény fővédnöki tisztségét, és dr. Ferdman Zsolt földművelését felelős államtitkár úr sajnos eljött, de el kellett mennie. Utólag megköszönöm azt, hogy megtisztelte a rendezvényünket. Hasonlóképpen köszöntöm a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megye és főváros igazgató asszonyát, Hilbertné Tancsó Zsuzsánnát. Továbbá dr. Gyergyák Ferenc települési önkormányzatok országos szövetségének főtitkárát. Természetesen nagy tisztelettel köszöntöm dr. Tüske Zoltán polgármester úr köszöntőjében már említett vendégeinket, akik értékes előadásaikkal emelik rendezvényünk ünnepélyességét és rangját. Nagy tisztelettel adózunk és köszöntjük az egyházak képviselőinek, akik eljöttek ünnepségünk és együttlétünk megáldására. Így nagy tisztelő Szappanos Zoltán református lelkésznek és Heffler Gábor atyának, újhartján római katolikus plébánusának. Köszöntjük Pránics Zsoltot, a nagyatárdi Szabó család leszármazottját és a rendezvényünk örökös védnökét. Továbbá köszöntjük mindazon települések polgármestereit és velük együtt érkezőket, akik az elmúlt 4 évben helyet adtak rendezvényünknek, valamint Soroksár itt van? Nincs, akkor elnézést kérek. Kötelességem nagy tisztelettel köszönteni Haraszti Attilát, Csokonyavisonta polgármesterét, aki a Földművesek Napja egyik alapító tagja és védnöke. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2022 évben Tusér Nagyközség ad helyet rendezvényünknek, amelyet tisztelettel megköszönjük, és üdvözöljük az ünnepségre érkező tusséri vendégeket. Külön meg kell köszönnöm
köszönöm Petrás László munkáját, együtt dolgozunk minden nap, de eltéveztem a nevét, akivel együtt szervezzük minden évben a kezdettől fogva ezeket az ünnepségeket. Köszönet és hála érte, Lacikám. És nagy tisztelettel köszöntöm dr. Tordján Józsefné Cseh Mária zászló anyát, aki ezen rendezvényünknek a felesége dr. Tordján Józsefnek, akinek kezdeményezője volt ennek a gyönyörű ünnepségsorozatnak. Sajnos kezdeményezője volt, elindítója volt, de már az elsőn se tudott részt venni. Elment közülünk. Köszönetet mondunk Jobbágy Ilonának, a Halászi Károly Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának, aki vállalta a rendezvény moderátori szolgálatát is. Továbbá minden segítő munkatársait, akik nagyon sok munkával készítették elő mindent, hogy a rendezvényünk Alsó-Némedén valóban ünnepnap lehessen. Valamint köszöntjük a kulturális műsor résztvevőjét, felsorolom a Kerecsen Táncműhely tagjait, a Magyarok Nagyasszonya római katolikus vegyeskar és református gyülekezeti énekkel közös kórusát, a Fantázia Művészeti Iskola gyermekszínjátszó csoportját, Levendula Nyugdíjas Klub tagjait, a Boróka Néptánc csoportot és a fülünk alá kellemesen húzó zenekari tagokat. A főnövesek emléknapján mindnyájuknak Isten áldja szívük szándékát és kezük munkáját, ahogyan olvashatjuk Mózes 5. könyve 28. rész 8. versében az Úr ígéretét. Áldás parancsol melléd az Úr, a te szüreidben és mindenben, amire ráteszed kezedet, és megállt téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened neked adott. Érezzék magukat jól. Thank you.
Köszönjük a Kerecsen Táncműhely produkcióját. El szeretném mondani, hogy a táncműhely vezetője Balázs Péter tanár úr a mi művészeti iskolánkban, a Fantázia művészeti iskolánkban néptáncoktató, első-másodikos gyermekeket és szakkört is vezet, a Tök Magok tánccsoportot. Ő is nálunk tanítja a gyermekeket a néptáncra. És köszönjük a Sodrásban népzenekarnak is a közreműködést. Ők még ne menjenek el, mert még van nekik továbbra is szerepük. Most pedig tisztelettel felkérem Páncél Károly országgyűlési képviselő urunkat, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnökét, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplők! Milyen kár, hogy a Sodrásban együttes nem engem fog most kísérni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm elsősorban az ünnepelteket, a magyar gazdákat, földműveseket, alsónémedi gazdákat és az ő vendégeiket. Köszönet a szervezőknek, alsónémedi ismét kitesz magáért, és a sok-sok köszönet közben engedjék meg, hogy én magam is külön nagy szeretettel köszöntsem volt képviselőtársamat, Cseh Máriát, az első Orbán kormány földművelési miniszterének a kedves feleségét, és köszöntsem az Aranykorona alapítványt, mint szervezőket. Már az alapítvány nevében is annyi üzenet van, gondolják csak meg, hiszen ott van benne a föld értéke, és ott van benne a mi szent koronánkra való utalás, ami több, mint egy korona ékszer. Ha valaki eljut az angol, a londoni nagy múzeumokba, akkor ott sorban ott vannak a koronák, mint egy-egy koronázásnál használt ékszer. Ez nekünk sokkal több, mint egy ékszer. Ebben a szent koronában ebben benne van a magyar haza, annak a tartó pillérei a magyar gazdák és földművesek, ez a nemzetnek és a Kárpát-medencei magyar államnak a letéteményese, ez a Szent Korona. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2018-ban fogadta el az országgyűlés azt a határozatot, amely a földművesek emléknapjáról szólt. Azt kell mondjam, hogy éppen ideje volt. Annyi szép emléknapunk van, joggal és jogosan gondolják meg a pedagógus napot, a Semmelweis napot, mint az egészségügyben dolgozókét, a bányász napot, és sorolhatnánk tovább, és persze megvolt a magyar gazdatársadalomnak a maga hagyományos ünnepjei, ami kötődött a termeléshez, az évszakokhoz, a kihajtásnak, a betakarításnak az ünnepe, a Szent György nap, a ma már a búza összeüntés, az arató ünnepek, de mégis hiányzott egy igazi ilyen emléknap, ami természetesen kötődik Nagyatádi Szabó Istvánhoz, ahhoz az agrárminiszterhez, aki annak a korszaknak a legnépszerűbb politikusa volt. A maga sajátos somogyi kiejtésével, tájszólásával, ahogy ő a vidéket képviselte, a legnépszerűbb politikus volt, és gondoljanak bele, paraszti származású első miniszter volt abban a korban, ahol még az is ritkaság volt, hogy egy vekerle miniszterelnök lehetett, aki polgári származású volt. Ő abban a nemesi világban volt a magyar vidék megtestesítője, és lehetett agrárminiszter egy súlyos korszakban. Ott volt az első világháború veresége, ott volt Trianon, amikor halálra ítéltek minket, és ugyan hallhattuk, hogy a nagyatádi féle földreform nem tudott úgy teljesülni, ahogy azt ő elképzelte, de nagyatádi munkája is benne van abban, hogy ott a két világháború között, az első világháború után, Trianon után mégiscsak lett egy betleni konszolidáció, egy társadalmi, egy politikai és gazdasági konszolidáció, amiben ez a halálra ítélt csonka ország újra talpra tudott állni, ebben benne van nagyatádi munkássága is. És a célunk az volt ezzel az emléknappal, hogy őnek is emléket állítsunk,
illetve legyen a paraszti társadalomnak egy olyan napja, ahol idézőjelben mondom, hogy emlékezünk, mert emlékezni arra szoktunk, ami már nincs. És remélem magyar gazdatársadalom meg földművesek vannak, úgyhogy legyen ez egy ünnepnap, a magyar gazdáknak egy kiemelt napja. Ők, akik keresztények, akik mindig is az ország tartó pillérei voltak, megérdemlik ezt a kiemelt napot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van, amikor, hogyha találkozunk egy földművessel, nem vagyunk benne biztosak, hogy miből is él, és a válasza pedig az, hogy paraszt vagyok. Mondja ezt büszkén. Miközben tudjuk, hogy milyen pejoratív értelmek ragadtak a modern korban erre a szóra. De amikor azt mondjuk, hogy paraszti kultúra, amikor a hagyományok, a földtisztelete, a régi életmód, a viselet, abban már minden ott van, akkor már emeljük ezt a szót a megfelelő rangjára, és különösen abban a tekintetben, hogy ha megvizsgáljuk azt a szót, hogy kultúra, amire azt gondoljuk, hogy ilyen magas művészetek, a színház, a film, a zene, a festészet, a szobrászat, az irodalom, hogy ez a kultúra, ennek a szónak a gyökere ott van az ókori Rómában. A kultúra egész egyszerűen azt jelentette, hogy valamit megművelni, és akkor azt jelentette, hogy a terméketlennek tűnő földet, az ugart, a parlagot, az a latin paraszt megművelte, ez volt a kultúra, és ők annak a társadalomnak, ott a köztársaság korában a legmegbecsültebb tagjai voltak, úgyhogy amit az ember teremt, változtat a természetben, az a kultúra. Úgyhogy emeljük magas rangra azt a földművest. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Alsónémedin vagyunk, itt is megvan a maga története az alsónémedi parasztságnak. Nem akarok nagyon régmúltra visszaszaladni, és csak egy-egy villanást engedjenek meg a történelemből. Amikor a török hódoltság véget ért, és a még nagyobb pusztítást hozó felszabadító háborúk véget értek, mert a hadak mindig itt jártak, északnak és délnek, így gyakorlatilag egy társadalmi sivatag volt már csak. De újra települtek ezek a települések, sajátságosan, mert tőlünk nem messze, szintén az én választókerületemben, Taksonyban, Dunaharasztiban svábok élnek, szorgos, katolikus svábok érkeztek ezekre a településekre, tőlünk nem messze Dabassáriba szlovákok, de itt Bugyi, Alsónémedi, Ócsa területén ezek magyar falvak népesültek újra, református és katolikus közösségek. Némedin az Alszeg, és a felszeg. Reméljük az ellentétek azért már csillapodnak az elmúlt években. Amikor én még Ócsán gimnazista voltam, csak hallottam a némedi osztálytársaimtól, nem nagyon való, hogy egy református fiú katolikus lánynak udvaroljon, de ez már biztos csak a múlt. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, újra egy virágzó tájat teremtettek itt az alsónémedi gazdák, és mindig számíthatott rájuk a magyar haza. Ezeknek az alsónémedi gazdáknak, akik itt újra virágzó tájat teremtettek, és már akkor ott a 18. században elmondható volt, hogy Pestnek és Budának az élelem raktára az itt van, és a környéken, ő rájuk nem csak a mezőgazdaságban számíthatott a haza, hanem miután a gazdáknak, a gazdatársadalomnak, a földműveseknek, a magyar földművesnek mindig is fontos volt a szabad, független, keresztény Magyarország, ezért minden korban lehetett rájuk számítani. A Rákóczi szabadságharc idején úgy hívták ezt a falut, hogy ez egy kuruc falu. Annyi katonát adtak II. Rákóczi Ferencnek. 1848-ban legalább 400 nemzetőrt állítottak ki a magyar haza a szabadság és függetlenség védelmére. És az első világháború áldozatairól szóló emlékművön közel 200 hősi halott neve van,
Gondoljunk csak bele, hogy akkor milyen nagyságrendben harcoltak az első világháború frontjain alsónémedi katonák, ők, akik úgy lettek hősök, hogy a bajtársiasságnak, a kötelesség tudatnak voltak a hősei. És hát abban a szörnyű 20. században jöttek még a megpróbáltatások, a II. Világháború, sokan voltak innen abban a doni hadseregben is, akik súlyos áldozatokat hoztak Magyarországért, rengetegen voltak Málenkii roboton, orosz hadifogságban, majd ha hazatértek, akkor meg kellett tapasztalniuk a felszabadítónak hazudott megszállók uralmát, a Málenkii robotot, a padlássöprést, a kuláklistákat, és ezt is túlélték, és külön köszönet azért, hogy 1990-ben, amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor és azóta is az itteni és környékbeli földművesek, az alsónémedi parasztság és a többi településen is mindig a szabad, független, keresztény Magyarország mellett voksoltak az alsónémedi gazdák és a környékbeliek is. Tisztelt hölgyeim és uraim, krumplis falunak is szokták hívni, ugyan hol van már az az Ella, gülbaba és rózsakrumpli, mindenféle modern fajták jöttek, de azért boldogan elmondhatjuk, hogy a nagybani piacon alsónémedi levezzöldség van, alsónémedi krumpli van, és a vecsési káposztát is környékbeli káposztából savanyítják, mert ott már termőterület nem nagyon van. Legyünk erre büszkék. Van bennem egy kis félelem is. Feldman Zsolt államtitkár úr beszélt a nemzedékváltásról és a fiatal gazdákról. Azért jó, ha tudjuk, hogy az Európai Unióban a 40 év alatti gazdák csak 11%-ot tesznek ki. És nálunk sem jobb sokkal az arány. Magyarországon a 40 év alatti gazdálkodók 13%, és a gazdálkodók bő egy harmad része 65 év feletti. Lesz-e nemzedékváltás? Lesz-e kinek átadni a földet, a kultúrát, a tapasztalatot? Ez azért a jövőnek kérdése, bármennyire is támogatja a kormányzat a fiatal gazdákat, és hiába négyszereződnek meg az elkövetkezendő évben az agrártámogatások és a vidéktámogatások, ez egy nagy kérdés, hogy a jövőben lesz-e, aki a magyar földet megműveli. Tisztelt hölgyeim és uraim, zárásként engedjék meg, hogy én is köszöntsem önöket egy igével, Mózes első könyve 8. fejezet 22. vers a teremtésről, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. A hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Tisztelt ünneplők, amíg föld lesz, és lesz vetés és aratás és évszakok, addig lesznek magyar földművesek, az Isten áldja meg önöket és a kezük munkáját. Kedves képviselő úr, engedje meg, hogy egy vászonytarisznyával magát is feltarisznyázzuk. Benne van a pálinkánk és a kenyerünk, amit Jenei Dávid péksütött. Köszönjük, hogy megjelent. Képviselő úr említette, hogy Némedin Son krumplit termelnek. Most erről a krumpliról is fog szólni majd a gyermekeink rövid kis műsora. Megkérem a Levendula nyugdíjas klubot, hogy legyen szíves fölfáradni a színpadra, és a gyerekek is készüljenek, és majd megtetszenek látni, hogy hogy szeretjük mi a krumplit.
rásütött a hajnal csillag sugára, amerre még édes rózsán kívánom, hogy előtte darít is tiszta rózsává váljon, az öt fő is előtte édes almát teremjen, a te szíved, hogy igen, ne feledjen. Szánta babám, csirek, csörök, sejhaj, hajárom, Szánta babám a lényedi határon, száradt a föld, a hárma seker nem állja. Szánta babám némediben sejhaj nincs párja, mondta babám, ne add meg a sejhaj szekerre, feltöri a villanyé a kezedet. Fából van a villanyé, feltöri a tenyeredet, sejhaj csúnyául. A németi falu végén folyik el a kanál is, ennyi vagy a te kis angyalom, ha bánja az anyád is. Cin-cin-cilárom, de beteg a virágom, cin-cin-cilárom, de beteg a virágom. Mind megitták a pálinkát, nem tudtak hazamenni, annyi megi falu végén kocsit kellett fogadni. Cin-cin-cilárom, de beteg a virágom, cin-cin-cilárom, de beteg a virágom. Megköszönjük a Nyugdíjas Klub szép énekét, vezetőjük Juhász Lászlóné tanítónéni a színjátszó csoportnak is, ő a színjátszó tanára, és kántor urunknak, Benkó Péternek is köszönjük, hogy foglalkozott a nyugdíjasainkkal, hogy ilyen szépen tudjanak nótázni. Kicsiknek meg nagyoknak e mai nap ünnep, szeretettel köszöntjük most, kik itt egybegyűltek. Kedves közönségünk, kis figyelmet kérünk, még sorjában a szereplők elétek kilépnek, hisz a kedvetekért tanultuk a verset. Hadd mondhassa minden vendég, ügyes ez a gyermek, türelmeteknek is megtérül az ára, víggyerekké váltok, ti is a negyed óráskára. Kuttágasra szállt a sarka, ócsa felé áll a farka, onnan várja a legényeket, az ócsai csibészeket. Turcsi Panna megy a kútra, piros almát szór az útra. Aki majd azt felkapkodja, azé lesz a Turcsi Panna. Ángyom sütött rétes, nem adott belőle, kivitte a kertbe, rózsás keszkennőbe, feltette a fára, legények számára, elvitte a kánya annyi bosszújára. A haraszti piacon piros almát láttam, kértem is belőle, vettem is belőle, ettem is belőle, szebb is lettem tőle. Kiment apám szénát vágni, elfelejtett kaszát vinni. Elővette a bicskáját, azzal vágta le a szénát. Elment apám almát szenni, elfelejtett verőt vinni. Elővette a görbebottyát,
azzal verte le az almát. Egyszer régen, nagyon régen, kint jártam a meseréten. Ahogy mentem, ahogy jártam, tudjátok, hogy mit találtam? Semmi más, csak mesét. Elhoztam belőle kettőt tanulságként. Volt egy ember, meg a felesége. Krumplit ettek minden nap ebédre, még ebédre hagyján, reggelre sem volt más, hogy még a tövét is járná meg a rontás. De bizony ne járja, vette védelmébe a krumplit a gazdaember felesége. Ha krumpli se volna, fölkopna az állunk, így hát édes uram, krumplit vacsorázunk. Okos egy menyecske volt az a gazdasszony, tudta, hogy az urára miképpen hasson. Nem árt, édes uram, kennek is azt tudni, hogy Burgundiából jött hozzánk a krumpli. Hát azért legalább ünnep és vasárnap nevezzük mi is illendően Burgonyának. Hétköznap, amikor sok az ember dolga, akkor kérdezheti, kész-e a pityóka? Nyár elején, amíg a zsenge friss gumókat becézte az asszony földi magyarónak. Nem csak eszes az asszony, ügyes is a lelkem. Minden étkezéskor mással traktál engem. Ha nem tudnám, észre se venném, hogy krumpli. Nem tudnám a főztjét sohasem megunni. Levesnek, tokánynak, sültnek, körítésnek. Ahogyan ő készíti, meg nem enni vétek. Az egész környéken nincsen olyan asszony, mint az én feleségem. Kivált a paprikást, ahogyan csinálja, arra még a sírjolt is hazajárna. Egyszer a király is, akinek szakása beteg volt, megjelent nálunk krumpli paprikásra. Bizonyám, megnyelte az ujját éjfelsége, és nyomban ültette az asszony durastól hintóba. Azóta is a király udvari népek burgonyát, pityókát, krumplit pecsenyeznek. Élt az egyik faluba egy ember. Minden nap kiment a határba dolgozni. Este hazafelé benézett a kocsmába, mert ott mindig jó kedvre derült a muzsikaszótól és a legények táncától. Azt mondják ott neki az emberek, a koma, a sógor, a szomszéd. Te, Janko, tudtad-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan? Ide figyeljetek, ember! Csak az én feleségem egyedül pletyka. A tietek nem? Nem bizony. Én, Varga Jóska, biztos vagyok benne, hogy az én őrzsém soha nem pegykázik. Igaz van úgy, hogy a nászasszonynak elmesél, mit mondott neki a Julis, no de azt már nem hallja senki, mert a fülibe súgja. Úgy megpártolta minden ember a feleségét, mint annak a rendje. Hát ide figyeljetek, emberek! Én egy nap alatt be fogom bizonyítani, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Szeretnénk mi azt látni. Na, fogadjunk egy liter borban. Hát, úgy is lett. Fogadtak egy liter borba, hogy holnap estére bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya pletykás. No, hazament Jankó, egy szót sem szólt a feleségének. Este szép csendesen lefeküdtek. Reggel kelt az asszony, kiment etetni az állatokat. Jankó meg addig bevitt egy tojást a dunna alá. Thank you.
Megy be az asszony, Jankó az ágyban. Te jó! Veszett teremtette a fajtádnak. Hát még most is abba az ágyba kubbasztasz. Te hát már a hasadra süt a nap. A komáid már rég kint szántanak a határban. Már nem éri őket utol. Jaj, asszony! Nem mehetek én ma az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka, de nem merem neked megmondani. Mondd már meg, mi a fene lett veled, csak nem a boszorkák nyomtak meg. Ja, tám még attól is rosszabb. Nyögd ki már, mi bajod abba az ágyba? Jaj, asszony. Nézd csak, ezt tojtam az éjszaka. Hű, hallod-e, ember? De el ne pletykás senkinek. Dehogy mondom, hát mióta feleséged vagyok, sose pletykáztam. A világért sem mondom meg senkinek. Bement az asszony a konyhába, de kifelé már azon járt az esze, hogy hát ha semmit nem is, de ezt mégis el kell mondani valakinek. Hát ezt azért mégse lehet eltűrni. Hát veszi a karjára a vizet, megy ki. Néz az egyik szomszédba is, másikba. Hát az egyik szomszédból éppen jön ki az asszony. Te Marite, gyere csak ide, mondok neked valamit. Mit te? Jaj, te! Mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda! Jankó tojt. Mit csinált? Tojt. Hát azt mit? Rendes tojást. Tyúk tojást. Hát azt mennyi? Egyet! Hát nem elég az, jaj, de szomszédasszony. El nem mond senkinek, mert a Jankó engem agyon vág. Most mutatta éppen a tojást. Dehogy mondom, hát milyen jó szomszédasszonyok volt? Hát soha nem plegykáztunk, ugye? Hát, nem. Jaj, aztán az is gondolja. Hát ezt már mégis el kell mondani valakinek. Bement a házba, gyorsan felöltözködött. A kendőt a nyakába tette. No, avval elment a koma asszonyához, a másik sorra, messzire. Jaj, komám asszony, hallotta-e mi újságban? Micsoda? Jankó 3 tojást toj. Tojást? Nem lehet az. Most mondja a felesége, de el nem mondja senkinek, komám asszony. Tudja, milyen jó komám asszonyok voltunk? Hát soha nem mondtunk el egymásnak semmi pletykát. Hát dehogy mondom. No, akkor az meg elment a nász asszonyához. Az is fölvette a prusztlikját el a másik sorra. Nász asszony, tudja-e, hogy mi újság a faluba? Dehogy tudom. Micsoda? Nem voltam ma sehol, nem hallottam semmit. Jaj, Jankó tojást tojt. Tojást? Azt mennyit? Azt mondják, hogy 6. Hát, ez így ment egész nap. Jankó meg csak feküdt az ágyban. Nem tudta, hogy halad-e a pegyka. Alig várta már az estét. Este aztán fölvette a nadrágot, kabátot. El a kocsmába. Bemegy a kocsmába, minden ember rábámul, nézik őt. Mi van, emberek? Miért néztek így rám? Miért bámultok így rám? Jankó, hát te itt vagy? Hát itt, hol kellene lenni? Azt beszélik a faluba, hallod-e, hogy te 100-at tojtál, hogy ki is költötted a csirkéket, hogy 45 érce meg, hogy 45 kakas lett, 10 meg, hogy bezápult. Ezt beszélik-e? Hát ez, tudja meg, kell nagy híra ment ennek a dolognak, hogy ennyi tojást tolni egy embernek nem lehet, de még egyet sem. Hát ide figyeljetek, cimborák. Én egyet tojtam, huncutságból. De 99-et a ti asszonyaitok tettek hozzá. Hát, egy nap alatt bebizonyítottam, ahogy megmondtam, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Hát ide a literból! Ettek, ittak. Jót mulattak. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
kedves vendégeink, a Gyermekek Vidám meseműsora után fordítsuk komolyra a szót. Tisztelettel köszöntöm Hilbertné Dancsok Zsuzsannát, a Nemzeti Agrárkamara Pest megyei igazgatóját, aki Velkei József Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest megyei elnökének a köszöntését is hozta. Köszönjük, hogy elfáradt hozzánk, és fogadják szeretettel. Tisztelt kurátorasszony, tisztelt képviselő, tisztelt polgármester úr, tisztelt földművesek, kedves gazdatársak, hölgyeim és uraim! Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az országgyűlés alelnöke nevében is köszöntöm a jelenlévőket, aki hivatali elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a rendezvényen. Engedjék meg, hogy én tolmácsoljam Velkei József elnök úr ünnepi beszédét. Szeretettel köszöntöm Önöket a földművesek 5. emléknapjának megünneplésén. Köszönöm Lambert Győzőné Marikának, az Aranykoron Alapítvány kurátorának a szíves meghívását. Nagyatádi Szabó István, egykori földművelési miniszter, öröksége mindannyiunk számára érték, követendő út és hitvallás. Emlékét őrizni így módon, hogy születésének évfordulóján a földműveseket éltetjük, szép és méltó gesztus. A Magyarország gyűlés, amikor elfogadta a földművesek napjának létrehozásáról szóló határozati javaslatot, azt a meggyőződését fektette törvénybe, miszerint a földművelő ember rászolgál a mindenkori elismerésre és megbecsülésre, megérdemli, hogy ünnepnapot szenteljünk neki, ami egyúttal emléknap is, a mindenkori földművesek emléknapja, akik az ország fennállásának szilárd építőkövei voltak századokon át. És ha Alsó-Némedeire gondolunk, ez szó szerint igaz, hiszen egy 950 éves településről beszélünk, amely a mai napig megőrizte mezőgazdasági jellegét. Gazdálkodói elsősorban zöldség és gabonatermesztéssel foglalkoznak, és ha kimegyünk a határba, láthatjuk, hogy mennyire igényesek a munkájukra, hiszen a némedi határ mindig híres volt rendezett dűlőiről, megművelt földjeiről. Köszöntöm tehát szeretettel a több évszázadok és generációkon át földet művelő alsónémedi és környékbeli gazdákat és családjaikat. Köszönöm, hogy eljöttek annak ellenére, hogy a szombat a gazdáknak nem munkaszüneti nap. A földműves embernek nem a naptár, hanem a természet osztja be az idejét, a föld határozza meg a teendőit. És tudjuk, hogy nála jobban senki nem használja ki okosabban az idejét, hiszen a mezőgazdaságban csak a megfelelő időben elvégzett munkának lesz gyümölcse. A földműves gazda egész éves munkájával, életmódjával azonban, hogy a föld kincseit megőrizze és gyarapítsa. A földet nem kell félteni a gazdáktól, mint ahogy az erdőt sem a vadásztól. Nincs tudatosabb állatbarát, mint a vadász, nincs gondosabb természetvédő, mint a földműves. A földművesek emléknapjának megszentelt zászlaja, a földműves vándorzászló a mai naptól egy évre Alsó-Némedi nagykörség birtokába kerül. Ez nagy megtiszteltetés a helyi földműves gazdálkodóknak, de elismerés a településnek. Csokonyavisontáról indult útjára a kezdeményezés Nagyatádi Szabó István, az első paraszti származású mezőgazdasági miniszter szülőhelyéről, akit Csizmás miniszternek is neveztek. A kezdeményezők szándéka szerint minden évben máshol ünnepeljük országosan a földművelők emléknapját, és én csak gratulálni tudok a szervezőknek az idei választásukhoz, de még inkább Alsó-Némedinek, hogy az idei ünnepség helyszínét megnyerte, nincs ember, aki vitatná ennek jogosságát. A földművesek napja egy olyan társadalmi csoportra irányítja rá a figyelmet, amely a történelmi Magyarországnak és a magyar nemzetnek mindig fontos tartó pillére volt. A földet művelők évszázadokon át termelték a magyarok betevő falatját, kezdetben kétkezi, emberpróbáló munkával, verítékkel, ma már gépi segítséggel, de ugyanazzal az elhivatottsággal, föld iránti alázattal. És hogy a földművelő embernek a lelke is nemes, mi sem bizonyítja jobban, mint erős nemzeti elköteleződése. A gazdák az életet jelentő táplálék előállításán túl, ha kellett a csatamezőn, a szabadságharcokban is helytáltak, ifjakat adtak a haza szolgálatára. Alsó-Némediben sem volt másképp. A Rákóczi szabadságharcban éppen úgy részt vettek, mint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, majd a két világháborúban. Kopjafák, emlékművek őrzik a helyi hősök nevét.
A magyar földművelő erős nemzeti tudattal megáldott magyar ember a magyar vidék túlélésének biztosítéka. A földművelés egyszerre megélhetés és hivatás számára nem heti 40 órás munka, hanem teljes embert kívánó életforma. Az elmúlt másfél évben sokan rájöttek arra, hogy mennyire értékes, sőt nélkülözhetetlen a munkájuk. Az agrárium presztízse sokat nőtt a világjárvány alatt, és következtében az élelmiszeripar felértékelődött, az egészséges, minőségi, termelői termékek iránt megnőtt a kereslet. Jó hír ez a gazdáknak, és jó hír az útjukat kereső fiataloknak is, hiszen nyitva állnak előttük a kapuk, a mezőgazdaság tárt karokkal várja őket. Egy olyan mezőgazdaság, ahol már sokkal inkább élvezett a pénzkereset, mint megfeszített munka, ahová gyorsabban szivárognak be a technikai újítások, mint a gépjárműiparba. Az idősebb generáció csak kapkodja a fejét, mikor okos mezőgazdaságról, precíziós technológiákról, önvezető traktoroktól, drónos talajkontrollról hall, a fiataloknak ez már nem sci-fi, hanem kézzelfogható jelen és jövő. Biztassák gyermekeiket, hogy vegyenek részt a családi gazdaságokban, tanuljanak agrárszakmát, és térjenek vissza tudással felvértezve, mert bőven van hely a számukra. Ők is haszonélvezői lehetnek annak a több mint 4000 milliárdos támogatási keretnek, amelyet a magyar kormány, kiegészítve az uniós támogatásokat, a magyar vidék fellendítésére bocsájt az elkövetkezendő években. Ebből is látszik, hogy van perspektíva az agráriumban, támogatást és megbecsülést élveznek a gazdák, a földművesek. Isten áldja őket, Isten áldja önöket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel megköszönjük a méltató szavakat, és felkérném professzor dr. Sinóros Szabó Botond akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az egybeült ünneplő közönséget, polgármester urat és Alsó-Némedi társadalmát. Nem akarom hosszúra nyújtani a sort, hiszen már elég sok nagyon értékes gondolat elhangzott, de mégis egy más szempontból szeretnék valamit hozzátenni ehhez az ünnephez. Csatlakozom azokhoz a köszöntésekhez, amelyeket nagyon precízen, pontosan elsoroltak. Én magam is tisztelettel köszöntöm az előadókat, vendégeket. Mégis, ha megengedik, szeretnék kiemelni ehhez a mai ünnephez tartozó gondolatot, Tordján József miniszter úrnak a gondolatát, aki a tudomány elképzelése szerint a legmagasabb minőség az, amikor a jövő üzen a múltnak, a jelenen keresztül. És ez a misztérium történt meg az ő gondolatában, hogy Nagyatádi Szabó István emlékére, értékeire, gondolataira alapozva legyen egy különleges nap, amit úgy hívunk, hogy földművesek napja. Ez a nap valóban megtestesíti azt a legnagyobb tudományos eredményt, amiben említettem volt, hogy a jövő üzen a múltnak. Megszűnik az idő és a tér egy sajátos módon. Úgy, ahogy most beléptünk Alsó-Némedibe, és láttuk az itteni embereket, láttuk az ünneplő asztalt, láttuk a ünneplő ruhába öltözött időseket és fiatalokat, láttuk a kulturális társadalmi értékeket, és láttuk és érezzük a szíveket ünneplőbe öltöztetve. Ez egy különleges minőséggel tölt el, és amikor én köszöntőt mondok és pár gondolatot, akkor lelkem kápolnájával és legféltettebb zugába elvonulva készültem én erre a beszédre. De itt az írott szövegnek nincs helye. Itt a szívnek és az igaz gondolatoknak van helye. Ebből szeretnék egy párat elmondani önöknek, erről szeretnék önöknek beszélni. Különleges misztériumról van szó, amikor köszöntjük az Alsó-Némedi gazdálkodó társadalmat,
a községnek a vezetőit, előjáróit, mindazok, akik megtisztelték ezt a rendezvényt. Egy különleges misztériumról én azokat az embereket látom itt, akiket a Jóisten teremtett, és maguk is teremtő emberek. Itt valami csoda történik minden évben, minden nap, valami megteremtődik, mégpedig olyan dolog, aminélkül nem tudnánk élni, hiszen az élelem az mindenki számára az életet jelenti. Különleges módon, tehát én a teremtő embert, az élelmiszert, az élelmet teremtő, az életünket teremtő, az életünk biztonságát adó embert és embereket köszöntöm szeretettel. Látszik, hogy nem szűkíthető ez egy gazdasági tevékenységre, hiszen profittermelés is fontos, de nem ez a lényege neki. Nem szűkíthető ez egy mezőgazdasági tevékenységre. Nem szűkíthető ez magára a földre. Nem szűkíthető a vízre. Nem szűkíthető a napfényre, a napfény áldott hő- és fénysugarára. Hanem a részekből tudjuk azt tudományosan, hogy nem lehet fölépíteni az egészet. Mindig valamit meglátunk, és a tudós ember azt gondolja, hogy a részeiből fölépíti az egészet, és amikor fölépítette, mindig hiányzik valami. Tehát ha én ezeket az elemeket veszem, ebből nem tudom ezt a nagy egészet fölépíteni, azt az egészet, amit a gazdálkodó társadalom képvisel. Az a teremtő ember, aki maga is teremtett, és ezt a teremtés misztériumát ossza meg velünk, ad nekünk családjuknak élelmiszert. Különleges dolog ez, valahol a szeretet és a tisztelet hangján lehet szólni, és a szeretet az az erő, amely tudjuk, hogy létezik, tudjuk, hogy hat, tudjuk, hogy ebben a teremben is jelen van, tudjuk, hogy a szívüket a alsónémeti polgárok és családjaik ünneplőbe öltöztették, de ez az a valami egész, ami mindet egybefogja. Tehát nem akarnám leszűkíteni ezt a gondolkodásmódot, szeretettel és tisztelettel köszöntöm ezeket a testvéreimet, ezeket a atyámfiaikat, akik valamilyen ok folytán mindenki el tudja mondani a saját történetét, a teremtői mi voltba kerültek. Ez egy különleges mi volt. Ez a tévedhetetlenség mi volt. Ők nem mondhatják azt, hogy nem jó élelmiszert adtunk nektek. Hogy ez az élelmiszer, ez káros lesz számatokra. Ők azt mondják, és azt mondhatják, hogy ez az élelmiszer biztonságos. Ők erőt kaptak, és erőt kértek ahhoz, hogy ezt megtermeljék. Minden évben megtörténik a csoda. A vetőmagot elvetik, a növényt eltáplálják, és az asztalunkra kerül a finom étel. Úgy kerül az asztalunkra, hogy a társadalmunkban az asszonyoknak és a főző embereknek a csodája révén valahol ízletes étellé formálódik ez az egész. Különlegesen érintett helyzetben vannak ezek az emberek, a gazdálkodó, a teremtő emberek, hiszen leírhatatlan a felelősségük. És nem csak nekünk felelősek azért, hogy egészséges élelmiszer kerüljön az asztalunkra, hanem a következő generációknak. Tehát az a tulajdon, amit ők papíron kaptak, és tulajdonolják a földet, az a tulajdon a következő generációk számára szól, az unokáik és a dédunokáik számára. Hiszen ezt a tulajdont ebben a szellemi értelemben nem a közigazgatás rendszerében kapták, hanem az unokáik kölcsönözték neki azzal, hogy a teremtés mítoszát éljék meg ezen, legyenek életet adó élelmiszernek a termelői, legyenek a családoknak az eltartói, legyenek az unokáiknak, dédunokáiknak és a következő generációknak felelős emberek. Amikor erre gondolok, akkor tettem a zsebembe a beszédet, és akkor jöttem rá, hogy itt valami másról kell szólni. Itt erről kell szólni, erről az örömről, hogy ma ünnepelhetünk itt Alsó-Némedibe, arról, hogy ez az örömünnep, ez messze látszik, hogy nem csak egy gazdálkodó társadalomé, hanem egy egész világé, és az is látszik ebben az egész gondolatmenetben, hogy itt Alsó-Némediről beszélünk, de ezek az erőforrások, amelyeken keresztül ez a teremtés megtörténik, a talaj, a termőtalaj, a víz, a levegő, a napfény, ezek olyan erőforrások, amelyek csak kizárólag rendszerszerűen lehet értékelni, és rendszerszerűen lehet közelíteni. És ennek a rendszernek a tulajdonosai.
Nem is merek belegondolni, hogy mekkora felelősség ez. Én valami olyasmihez hasonlítanám, hogy ők ebben az értelemben az atomenergiának a kezelői, valahol atomreaktoroknakban dolgozókhoz hasonlíthatók. Tehát nem tudunk eleget gondolni rájuk, eleget együtt érezni velük, eleget aggódni azért, hogy ezt a misztikus teremtői tevékenységet megcsinálják. Látszik az, hogy ezek az erőforrások, ezek nem csak Alsó-Némedében vannak, Magyarországon is vannak, környező országokban és egész világon vannak. Kire bízhatnánk a kincseinket? Hiszen ha a termőföldünkkel valami baj van, akkor a dédunokáink, utókorok azt mondják, hogy nem jól tettétek. Ha vízünk fogy, azzal baj van, akkor is valami baj történt. Ha a napsugárzás megváltozik, mondjuk az ozonpajzs nem működik rendesen ebben a világban, akkor a napsugárzás szöge megváltozik. Ha ez megváltozik, a légkörünknek az összetétele megváltozik, tehát az egész világ megváltozik. Kire bízhatnánk ezt a hatalmas kincset? Hála Istennek, hogy nem nekünk kell kijelölni. Kijelöli a Jóisten, kijelölte, hogy kik legyenek gazdálkodók, kik gondoskodjanak rólunk, és kik legyenek azok, akik a családjaikat gondoskodják, és átadják ezt az értéket a következő generációknak. Ezzel a szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdálkodó társadalmát Alsó-Némedinek, köszöntöm polgármester urat, köszöntöm az előjárókat, mindazokat, akikkel együtt félve aggódunk és erősítjük, hogy ez a társadalom életképesen továbbra is töltse be a hivatását. Még szeretnék egy pár gondolatot mondani, csak felvillantani, hiszen mindnyájan szolgálatot teljesítünk. Addig van ennek az életnek az értelme, amíg szolgálatot teljesítünk. Ha a tudományról azt mondják, hogy a maga részleteinek a örömébe merül el, akkor az nem tudomány. Ezzel a pár gondolattal én is szolgálni szeretném ezt a közösséget, az itt lévő tiszteletre méltó embereket, atyám fiait, szeretett társaimat, és egy pár felvillantást szeretnék tenni abból a tudományos aspektusból, amely ezekről az értékekről, ezekről az erőforrásokról szól. Különösen azért, mert ne dugjuk a fejünket a homokba, hogy ezek az erőforrásaink a világban végveszélyben vannak. Ezek az erőforrásoknak nem urai vagyunk, hanem társai, együttműködői, és valahol nekünk az a feladatunk, hogy a harmóniát keressük. Nehéz a harmóniát megkeresni, hiszen egy változó világról van szó. A talaj egy háromfázisú modellként nevezhető fizikai szempontból. Ez a három elem a szilárd részecske, amely a homoktalajtól a vályagon keresztül agyagtalajig megy, a víz és benne a levegő. A gazdának az a feladata, ő minden nap ezen gondolkodik, hogyan tudja azt a morzsás szerkezetet előkészíteni, amely alkalmas a vetőmag kikerésére, és a vetőmagból azután termény lesz. Vizsgálja azt, hogy milyen arányban van a víz jelen a talajban, hiszen tudja, hogy az állapota megváltozik. Ha túl kevés van és száraz, nagyon nagy energiát igényel, tönkretesszük a talajt. Ha túl nedves, akkor elkenjük a talajréteget, tudják a gazdák, talán boldogatnak is. Kialakul ezeket a réteg, különösen agyagtalajon. A tuzsériak tudják, hogy mit jelent ez a talaj. Elkenődik a réteg, nem levegőzik a talaj, romlik a termés, romlanak a viszonyaink. A biológiai szempontból nézem, a talajt az egy élet, maga az élet, egy irreverzibilis folyamat, visszafordíthatatlan folyamat. Minden lépésnek nagy jelentősége van, és legfőképp annak az alázatnak, amiről beszéltem, hogy nem urai vagyunk ennek, hanem harmonizáló társai vagyunk, és részei vagyunk ennek a világnak. Úgy kell ebbe belehelyezkednünk, hogy ezt a fajta teremtett-teremtői küldetésünket be tudjuk tölteni. Van-e megfelelő humusz a talajban, biológiai értelemben, kellően porhanyós a talaj, megfelelő annak az élővilága, és így tovább sorolhatnám. Kémiai szempontból aggódunk, a talajaink savanyúnak, és világviszonylatban ezen gondolkodunk sokat, hogyan lehetne ezt jobbá tenni. Túl sok kémiai szert adunk, nitrogén, foszfor, kálium és a többi mikrotápanyagok. Ezeknek a minőségét, mennyiségét is óvni kell.
És kolloidikai szempontból, amely kolloid rendszer egybefogja a talajt egy egész rendszerben, bizony a kolloidikai élet is leszűkült. Ebben a nehéz helyzetben kell helytállni, teremtői mi voltukat teljesíteni a gazdáknak. És ha tovább viszem ezt a sort, akkor látható, hogy társadalmi kérdésekkel is kell foglalkozni. Úgy, ahogy úgy említettem, hogy mi a szívünket ünneplőbe öltöztettük ma Alsónéredibe. Mindenkinek a szándéka és munkájának megfelelően. Tehát ez a legmesszebb menőkig tartó társadalmi kérdés. Hála az Istennek, térden állva a lelkem kápolnájában, térden állva imádkozom, hitetlenből hívő lettem, még csak nem is csodálkozom, mondja a feleségem az egyik versében, és magamévá teszem ezt a verset. Hála Istennek, hogy ilyen millióben tudjuk megélni, ezzel alatt a mérőt azt értem, hogy béke van. Mekkora dolog a világban, ahol béke van, meg kell ezt becsülni, örömnek kell lenni a szívünkben, lelkünkben, örömmel kell lesz fogadni, itt béke van, és legyen is béke, mert így lehet ezt a teremtői küldetést teljesíteni, és így lehet ennek eleget tenni. Tehát a talajaink végveszélyben vannak, és ebben a végveszélyes helyzetben kell bizony a gazdáknak helytállni. Megkérdezhetnék tőlem, hogy hogyan. Én azt tudom elmondani, mik a tudományos összefüggések, amelyet a gazdák jobban tudják. Itteni gazdálkodó emberek, teremtő és kísérletező emberek. Nekik minden napjukat áthatják ezek a gondolatok és ezeknek a sokasága, amiről beszéltem. Mégpedig abban a rendszerben, egy különleges módon, ahol nincs tévedés lehetősége. Itt nem lehet rossz és káros élelmiszert adni, nem lehet az életet megmérgezni. Nem lehet azt mondani évszázadok múlva dédunokáinknak, ükunokáinknak, hogy bizony ezt nem jól csináltuk, hanem azt kell mondani, hogy áldottak legyen az nagyapáink, ükapáinknak az emléke, mert ők jól csinálták ezt a dolgot, és jól sáfárkodtak a rábízott energiákkal. Valami olyan gondolat kíséri őket, amelyet a tudományban is megfogalmazunk, meg kell ismerni a dolgok közötti az összefüggéseket. És azért kell megismerni ezeket az összefüggéseket, hogy tudjuk, hogy mindenkor helyesen cselekszünk. A gazdák erre törekednek tudatosan és tudattalanul, hogy mindig figyelik ezeket az összefüggéseket. Figyelik, hogy mikor jön el annak az ideje, amit tenni kell, és amikor helyesen tesznek a tudásuk alapján. Hát én azt kívánom az itteni gazdatársadalomnak, vezetőiknek, az országos vezetőknek, képviselő úrnak, elnök uraknak, igazgató úrnak, mindenkinek, hogy ez a gazdatársadalom továbbra is alkosson, éljen, legyen benne öröme, legyen egészsége, legyenek a családjaik boldogok, és valahol együtt el tudjunk unokáink, dédunokáink számára számolni. Isten áldja önöket! Megköszönjük, professzor úr, nagyon elgondolkodtató és megszívlelendő gondolatait. Tisztelettel felkérném egyházaink vezetőit, Heffler Gábor atyát, Újhartyáni Római Katolikus Egyházközség plébánosát és nagy tiszteletű Szapanos Zoltán lelkipásztor urat, Alsónémedi Református Egyház lelkészét, hogy áldják meg a földműves népet, és köztük is áldják meg a némedi gazdákat és munkájukat. Áldás békesség, hogy
dicsérhessük örökkön örökké az Úr Jézus Krisztust. Amen. Remélem, hogy nem beszélek zöldségeket, de ennek a garanciája és az alapja az az Isten igéje, amelyet János evangéliumából idézek, Jézus tanításából, mondani valójából, az evangélium 4. fejezetéből, a 37. verset. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Más a vető, és más az arató. Valóban más a vető, és az arató ember. Más ember, más fából faragták. Más a gondolkodásmódja, az értékrendszere, az életmutimusa, és más a kapcsolata az Úristennel, a Teremtővel, mint termelő ember. És bár hallva itt az előadásokat és a pajkos színdarabot is, hogy azért jó lenne, ha valamiben nagyon erősen tudnánk változni, az a petykálkodás, de minden máshoz mernénk ragaszkodni. Ragaszkodni ahhoz, amire a Teremtő Isten megtanított bennünket, hogy nem megy magától. És nem vagyok a magam ura, miközben valamilyen gazdasági, társadalmi értelemben mégiscsak a legszabadabb társadalom, de mégis a legszorosabban kötődik az Úristen gondviseléséhez, hatalmához, jóságához és kegyelméhez. Jézus egy világi mondást idéz és emel be a tanításába, jelezve, hogy megoszlanak a feladatok, sőt eloszlanak térben és időben, ezzel is figyelmeztetve bennünket, hogy az Úristen nagyobb távlatokban gondolkodik és cselekszik, más a vető és más az arató evangéliumi bizonyságtétel értelmében is. Nem lehetünk mindennek egyszerre a megélői és a megvalósítói, de ettől ne ijedjünk meg és ne csüggedjünk, végezzük dolgunkat, feladatunkat, legyen ez hivatásunk felülről. Tudom, hogy a jelenlévők életében, munkálkodásában a vető és az arató ugyanaz. Ugyanaz a személy vagy családi közösség már jó ideje. Sőt, nem csak a vető és az arató azonos, hanem az eladó is. Milyen sok teher nehezedik, aki belekezd ebbe a munkába. De ha komolyan akarom venni azt, hogy vető és arató vagyok, vagy akárhogy is oszlik meg ez a szerep és feladatvállalás, mindkét esetben igaz, hogy hálásak vagyunk, hogy hálásnak kell lennünk. Hálásak vagyunk vetőként és aratóként, vetéskor és aratáskor és eladáskor egyaránt a magért. A magért, amelyben élet van, ezért lehet belőle élelem. És az első magért mi semmit nem tettünk. Sőt, ha belegondolok, egyetlen egy magért nem teszünk semmit. Csak elfogadjuk, hogy befogadja a föld. Hagyjuk és segítjük, hogy gyümölcsöt teremjen. Sokszoros gyümölcsöt teremjen. Hálásak vagyunk a magért és a reménységért. Mert mi más lenne a reménység, hogy bízom abban, amit még nem látok, bízok abban, akit még nem látok. Így történik a maggal is, amikor elvetjük. Jó ideig nem látom, mi történik a földben. Reménységem, hogy növekszik, fejlődik, valami történik. Nem így kellene az életünkben is Isten munkáját, idézve egy éneket, mint titkos bánya mélyében formálja terveit az életeddel. És szeretnék erre is hangsúlyt helyezni, hogy nagyon sok fontos, élveztem minden pillanatát, gondolatát ennek a mai napnak, ami eddig elhangzott. De testvérek, emberek vagytok, emberek vagyunk. Ez is egy meghatározottság a munkánk mellett. És Isten azt szeretné, hogyha örültök a növekedésnek, bíztok a fejlődésben, a változásban, annélkül, hogy nem látjátok jó ideig, az Úristen is ugyanígy akar onnan felülről rátok tekinteni, amikor a teremtett földön vagytok, a természetben.
hogy az ő természete, a krisztusi lelkület és indulat is ott legyen bennetek és bennünk, mert Isten talán ezt a vidéki emberekre még jobban rá tudja bízni, hogy megéljék. Hálaadás a magért, a reménységért, az erőért, amellyel tudunk, merünk, akarunk felkelni. Nem csüggedünk, ha valami problémával találkozunk, mert tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És ami az embereknek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És bár három a magyar igazság, de tudjuk, hogy mindig van egy ráadás, hálaadás az ismeretért, a tudásért, amelyről ma hallottunk sokat és tartalmasat, de nem arra szeretnék most utalni, ami benne van a tankönyvekben, a szakirodalomban, benne van a kisújjotokban, benne van a rutinban, hanem ami benne van a szívben. Hálaadás azért az ismeretért, amit ti személyesen tapasztaltatok meg, amit nem lehet megtanulni, csak ráérezni, és benne maradni, mint életforma. A Föld szeretete. És ez nem véletlenül függ össze az anyaföld, a szülőföld szeretetével. És addig, amíg ezt nem tudjuk átadni, amíg erről lemondunk, amíg nem ez a legelső és a legfontosabb, akkor az utódokkal mindig baj lesz, a mennyiségével kifolytatja tovább. Amit szeretek, azt csinálom is. Így áldjon meg bennünket, mindannyiunkat az Úristen, és ezt a hálaadást öntsük imádságba is. Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a földet, köszönjük a lehetőséget, az életterünket, a munkálkodásunkat, az ehhez adott bölcsességet, leleményességet, mindazt, amit felfedeztünk, kitaláltunk, hogy őrizői, gazdái lehessünk a rábízottnak, hű sáfárai lehessünk a legcsodálatosabbnak, a teremtésnek, hogy így is áldjuk és magasztaljuk a Teremtő Istent. Kérünk, viselj gondot reánk továbbra is, adj nekünk erőt, bölcsességet, lelkesedést és lelkesítést, ragaszkodást hozzád és ahhoz, amire a föld, a természet, a nap, a szél, a csillagok, az eső megtanított bennünket, hogy csak is veled, csak is általad, csak is érted. Légy kegyelmes hozzánk, biztos van mit megbocsátanod, van mit kigyomlálni az életünkből, mert különben nem tudunk gyümölcsöt teremni, és nem kapjuk onnan felülről azt az áldást, amire oly nagy szükségünk van. Ezért kérjük kegyelmedet is az Úr Jézus Krisztus által, hordozzad e nemzedéket, hordozzad ezt a hivatást, a hivatásban élőket, áld meg szíveinket, gondolatainkat, izmainkat, mindent, mert a tiéd vagyunk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bizonyára többen tudják, hogy a katolikus pap imádsága nem spontán születik, hanem egy szertartás könyvben benne van. Tehát eközben én nem tudok személyesen megnyilvánulni, én most nem egy beszédet szeretnék mondani, hanem az áldó imádságot az egyházam szerint. Viszont hadd nyilvánuljak meg én is személyesen, megköszönve ezt a meghívást, mint vendégpap, hiszen ócsai származású vagyok, mindig itt a környékben működtem, Pugyin, Monoron, Vecsésen, Kispestbekerlén, és most Újhartyánban. És van egy szép vers, Kerecsényi Éva, Husvéti áldás. Tulajdonképpen csak egy szót kell behelyettesíteni a jelen időszak szerint, őszi áldást gondolva, és így hangzik ez a költemény. Hozzon
a húsvét napfényt, áldást, meleget, szívekbe jókedvet és sok-sok örömet. Teremtsen békét a háborgó világban, lehessen mindenki boldog hazájában, tanítsa szeretni a gyűlölködőket, adjon kenyeret kuldusnak, éhezőnek, adjon egészséget betegnek, idősnek, hozzon megváltást tengernyi szenvedőnek, és éltesse a reményt, még nincs világ vége, van kivezető út sötétből a fényre. Az Isten, aki kiválasztott minket, hogy szentek legyünk, legyen minnyájatokkal. Az Isten, aki az egész földkerekségen megmutatja minden hatóságát és jóságát, a dolgok megáldását és a személyek megáldását rábízta egyházára, hogy a láthatatlan dolgok felé irányuljunk, és áldjuk az Istent, aki mindenütt egyedül művelhet csodákat, de csodálatos szentjeiben is. Most hallgassuk meg a következő részletet Szent Máté evangéliumából. Abban az időben így szólt Jézus tanítványaihoz, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget, annak ajtót nyitnak. Melyitek ad fiának követ, amikor az kenyeret kér tőle, vagy ha halat kér, kiad neki kígyót. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább ad jót, mennyei atyátok azoknak, akik kérik. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Dicsőítünk téged, Atyánk Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, te megadtad elődeinknek, hogy szép hazát teremtsenek e tájon, megadtad, hogy a földet megműveljék, táplálékot találjanak benne. Taníts meg minket is arra, hogy mindennapi kenyerünket meg tudjuk teremteni, megosszuk másokkal, megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére Krisztus a mi Urunk által. Fogadja kegyesen áhítatotokat az Úr, isteni kegyességével adjon meg nektek minden szükséges védelmet. Amen. Adjon nektek nyugodt életet, és bőven részesítsen titeket minden jóban. Amen. Olyan jóságos segítséggel irányítson titeket a földön, hogy a boldogság kiérdemlésével emeljen fel a mennybe. Amen. És áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Dicsértessék Jézus Krisztus! Megköszönve egyházi vezetőink áldását, készüljünk a díjak átadására. Először életmű díjakat adunk át azoknak az idős gazdáknak, akik életük munkáját a földnek szentelték, és a gyermekeiknek is továbbadták. Megkérem tisztelettel Nagyi Baja jegyzőt, dr. Tüske Zoltán polgármester urat, Páncél Károly országgyűlési képviselő urat, és a Aranykorona Alapítvány tagjait, hogy legyenek szívesek az kifáradni, de az dobogó elé, hogy át tudjuk adni ezeket a díjakat. Továbbá megkérem szépen a Boróka Néptánc Együttes tagjait, akik segítenek majd a további díjak átadásában, hogy foglalják el helyüket. Amíg ez a készülődés tart, el szeretném mondani tisztelettel, hogy amikor készültünk ennek az eseménynek a megrendezésére, összeült a Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság és annak kibővült tagjai, és számba vettük, hogy Alsó-Némedén hányan foglalkoznak még életvitelszerűen mezőgazdasággal.
106 családot tudtunk felsorolni. Ebben a faluban még 106 család csak egyedül a földből él, és a föld táplálékát adja Budapestnek és ennek az országnak. Azt hiszem, hogy egy tapsot meg is érdemelne. Ebből a 106 családból ezen az alkalmon 80 család képviselője tudott részt venni. Nagyon szépen köszönjük, hogy rászánták ebben a dologidőben a szombat délelőttjüket, és eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. Első alkalommal most életműdíjakat szeretnénk kiosztani. Megkérjük szépen idős Morvai János bácsit, hogy fáradjon ki a dobogóhoz, és vegye át a díjat. Köszönjük, hogy dolgozott egész életében értünk, és ezért a hazáért. Megkérem idős Horváth Béla bácsit, hogy legyen szíves kifáradni és átvenni a megtisztelő elismerést. Tisztelettel megkérem idős Kozma Miklós bácsit, vegye át az életműdíjat. Tisztelettel kérem idős Marosi Boldizsár bácsit, vegye át ő is az életműdíjat, amit elkészítettünk számára. Kérem, idős Nagy Miklóst, legyen szíves átvenni ő is az életműdíjat. Megkérem Lukácsi Miklóst, legyen szíves, vegye át a számára elkészített életműdíjat.
tisztelettel kérem Totyik József urat, szintén vegye át a számára elkészített életműdíjat. Tisztelettel megkérem Kis Miklóst, hogy testvére Kis Ferenc helyett betegsége miatt, aki nem tudott most már hozzánk eljönni, vegye át az életműdíja. Az Aranykorona Alapítvány és Alsónémedi Nagyközség önkormányzata életműdíjat adományoz még továbbá Deli János, Kis István és Varga József gazdáknak, akik sajnos személyesen ezt most nem tudják átvenni, majd elviszük az otthonukba. Kedves vendégeink, a díjátadás folytatódik. Megkérjük dr. Tüske Zoltán polgármester urat, hogy menjen fel az emelvényre, és olvassa majd egyen-egyenként a gazdák neveit. Mivel hála Istennek nagy számban vagyunk jelen, és nagy számban veszünk át díjakat, a következő módon fogjuk a díjakat átadni. Megkérjük tisztelettel, hogy aki a nevét hallja, a helyén maradva álljon fel, és vegye át a Boróka Néptánc Együttes segítségével kiosztott díjakat. Mindenki fogadja üdvözlésünket és kézfogásunkat, amelyet majd személyesen is pótolnak a község vezetői. Most egyelőre így tudjuk átadni a díjakat, úgyhogy kérjük szépen, aki a nevét hallja, nevét a helyén maradva álljon fel és vegye át a díjat. Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy itt csak egy nevet fogok mondani, de mindenki gondolja hozzá ehhez az adott névhez a családtagokat, a segítőket és mindazokat, akik együtt juttatták el ide ezt az adott szemét erre a mai ünnepi alkalomra. Minden esetben erre gondoljunk. Bai Sándor. Korcz Balázs, Varga Lajos, Morvai Ferenc, Nánási László, Varga István, Kerekes Balázs, Varga Frigyes, Vég József, Földesi Gábor, Stanyek Albert, Tüske Sándor, Benus János, Surányi Rezső, Vég Miklós, Vég Antal, Kis Béla,
Szabó Kálmán. Varga Pál. Györgyevics Károly. Jobbágy Károly. Lovas László. Ladányi Menyhért. Pelsőci István. Ladányi Tibor. Surányi Miklós Zoltán. Ifjú Marosi Boldizsár. Marosi Károly. Kis Tamás. Juhász Rezső. Kis Imre. Gál Benyámin. Juhász Károly. Tüske Pál. Tüske Menyhért. Kis Miklós. Zubka Béla. Marosi János. Kis Viktor. Marosi János. Marosi János lemaradt. Ott van Marosi János. Marosi János. Tehát megakadtunk, de Marosi János. A kis Viktor volt. Mészáros Zoltán. Szarka Zoltán. És akkor ifjú Mészáros Zoltán. Marcinák László. Marcinák Róbert. Nagy Balázs. Némedi Rezső. Kerekes István. Acsai Mátyás. Jobbágy László. Józan Sándor.
ifjú Horváth Béla. Kerekes Boldizsár. Molnár Csaba, megint Molnár ifjú Mészáros Zoltán kérném. Ifjú Takács Ferenc. És végül ifjú Nagy Miklós. Györvári Zoltán gazdáról a családi tragédiája miatt annyit tudok mondani, hogy még nem, nincs olyan lelki állapotban, hogy el tudott volna jönni, sajnáljuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Kedves vendégeink, nagyon nagy öröm számunkra, hogy ennyi Némedi gazda kapott kitüntetést és elismerést. Bár mi már nagyon sok száz éve dolgozzuk ezt a földet, kitüntetés és elismerés nélkül is, és eztán is ugyanazzal a szeretettel megyünk ki a határba. Egy mondatot szeretnék csak mondani, mielőtt a zászló átadásra sort kerítünk. Mi itt alsónémediek már bizonyítottan 950 éve élünk ezen a földön. Az első olyan írásos emlékek, akik olyan neveket tartalmaznak már, mint akik most itt ülünk ebben a teremben, már az 1400-as, 1500-as években megjelentek és fennmaradtak, s ahol olvashatjuk ősapáink neveit. És arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy annak idején, mivel mi az Árpád fejedelmi család birtoka voltunk, negyedik Béla király, minket adott szolgáló népeknek a Nyulak szigetére, a Domokos rendi apácának, hogy a leányáért, Margit hercegnőért szolgáljanak, aki azóta Árpádházi Szent Margitként imádkozik értünk fent a mennyországban. Mi voltunk azok, akik a hosszú-hosszú viharok során soha nem felejtkeztünk meg Pestről és Budáról, és hordtuk az élelmet még akkor is, hogyha ágyúval lőttek bennünket. Hordtuk az élelmet 1956-ban is a forradalmároknak. Úgyhogy ránk mindig lehetett számítani, és addig, amíg Némedi nép él, és a falu van, addig számíthat ránk a haza és a nemzet. És ez nagyon jó érzés mindannyiunk számára, és nagyon nagy felelősség is mindannyiunk számára, és igyekszünk is ennek megfelelni. Most az ünnepélyes események végső lezárásaképpen az ünnepélyes zászló átadás következik. Kérjük szépen az énekart is, hogy legyen szíves felfáradni a színpadra. Azon kívül megkérjük dr. Tüske Zoltán polgármestert, hogy az alsónémediek szalagját legyen szíves fölkötni majd a zászlóra, és megkérjük Lakatos Bertalant, hogy dr. Tordjánné Cseh Mária zászlóanya jelenlétében vegye át a földművesek vándorzászlaját, és vigye el Tuzsérra. Lakatos Bertalan a Nagy Sándor kertbarátok körének elnöke, és Tuzsér település képviselőjeként jött el hozzánk, hiszen a földművesek zászlaja Tuzsérba fog tovább menni. Megkérjük szépen akkor, hogy dr. Tüske Zoltán polgármester úr kösse föl a zászlónkat. Na, fölkötötte. Akkor...
Ezennel Zászló anya jelenlétében ünnepélyesen és tisztelettel átadom Tuzsér község képviselőjének a zászlót. Biztos vagyok benne, hogy jó helyre került. Biztos vagyok benne, hogy az ottani földművesek pont ugyanúgy, ahogy az alsónimediek egész életükön keresztül kitettek magukért, úgyhogy rendezzétek meg jövőre. Biztos, hogy szép alkalom lesz. Köszönöm szépen polgármester úrnak a biztató szavakat. Megígérjük, hogy Tuzsér község jövőre megpróbál hasonló színvonalon eleget tenni ennek a szívélyes felkérésnek. Engedjék meg egyébként, hogy nagy-nagy tisztelettel köszöntsek mindenkit én is, a jelenlévőket, és a kedves gazdatársakat is, hiszen én is gazdálkodó ember vagyok. Igaz, hogy mi Tuzséron almatermesztéssel foglalkozunk, a szántóföldtől egy kicsit el vagyunk rugaszkodva, de azért engedjék meg annyit, hogy mondjak el Tuzséről, egy kis település a Felső-Szabolcsi részen, a Tisza kanyarulatánál Záhony és Kisvárda közötti részen helyezkedik el, aki esetleg el akarja helyezni az ország valamelyik pontján. Mi almatermesztéssel foglalkozunk már közel 300 esztendeje, erre írásos anyagaink is vannak. 1736-ban Bél Mátyás, a Pozsonyi Lícium akkori rektora már feljegyezte, Tuzsér felé haladva a Tiszán, már almás kertek rogyadoznak a Tisza mentén. Tehát úgy gondolom, ez is bizonyítja, hogy Tuzséra remélem, hogy jó szívvel fog kerülni az zászló, és még egyszer próbálunk mindenképpen eleget tenni ennek a szívélyes felkérésnek, amit ezúton is nagyon köszönünk zászlóanyának, illetve a alsónimedi polgármesterének és magának a rézműves emléknapnak a megrendezésére. Köszönöm szépen, és mindenkinek kívánok nagyon jó egészséget, a gazdatársaimnak pedig nagyon jó betakarítást, jó évet zárjunk, Isten éltesse a magyarokat, Isten éltesse a magyar gazdákat. Köszönöm szépen. Bocsánat, nem illik visszakérni, de elfelejtettem. Emlékül azért engedjék meg, hogy átadjam polgármester úrnak Tuzsér jelképeként ugye a legmagasabb feldolgozottsági fok az almának, amit úgy hívnak, hogy alma pálinka, és ebből is megpróbáltuk elhozni a Jonatánt, tehát a Tuzséri Jonatán alma pálinkának az ízét elhoztuk, és kérem, hogy nagy tisztelettel vegy át tőlem, és majd kínálgassa meg a kedves testületet, illetve akik ezt a szép rendezvényt megrendezték. Egy pici hiba bepszuszor, de most korrigáljuk, mert szeretnénk. Igen. Mert szeretnénk Tüske Zoltán úrnak. Igen. Meg. Jó. Nem jössz, Lacikám, gyere. Én szeretném, hogyha ezt a díjat a Petrás László munkatársam. De tisztelt jelenlévők, nem szót szaporítani jöttem, de nem múlhatatlan dolog, hogy egy ilyen színvonalú rendezvényt, egy ilyen csodálatos összejövetelt, egy ilyen csodálatos földművesek napját az ember ne köszönjen meg a polgármester úrnak, akinek szíve, lelke benne van ebben a rendezvényben. Én még hasonlóan nem láttam, nekem nem sikerült ilyen gyönyörű szép rendezvényt, földművesek napját összehozni, ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Engedjék meg azt, hogy megemlítsem, hogy ez az 5. földművesek napja Csokonya Visontán indult útjára, dr. Tordján József jó voltából ez a ünnep, ma már nemzeti ünnepi hát avancsált nap. De ilyen nagyon szép napot és ilyen szép rendezvényt és ünnepséget az elmúlt 5 év alatt még nem kaptunk ajándékba. Polgármester úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a munkát, ezt a hozzáállást, ezt a szívet és lelket, amit mindent beletett, és nagyon szépen köszönjük azoknak, akik tegnap egész nap itt dolgoztak velünk együtt, a rengeteg, nagyon sok hölgy, akit tényleg a szívét, lelkét beletette abba, hogy önök ma itt ülnek, és itt ülhetnek. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, csak egy gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, talán nem is engem illet ez az emlékplakett leginkább, hanem azt a nagyon sok embert, akik tényleg itt végig dolgoztak, a mai napon is. Azt hiszem, hogy ennek az ünnepnek igazi színfoltjai voltak, úgy az idősebbek, mint a fiatalok, a borókások, a gyermekeink, akik itt voltak, úgyhogy kissé meghatódottan veszem ezt át, de kérem mindenkit, aki ebben a szervezésben és fellépésben részt vett, hogy érezze ezt a magáénak is. Köszönöm. Nagy tisztelettel, bár utolsó sorban, de annál nagyobb tisztelettel szeretnénk átadni egy védnöki oklevelet és plakettet professzor dr. Sinoró Szabó Botondónak, aki első perctől kezdve nagyon támogatta ezt a rendezvényt, mindig szívvel, lélekkel eljött, szívből igazán beszélt mindig, minden alkalommal útmutatást adott a fölművelőknek, nekünk és mindnyájunknak, Isten teremtett embereinek. Hálásan köszönjük. Az Isten tartsa meg sokáig erőben, egészségben, hogy Tuzséra is el tudjon jönni. És még sok. Kedves vendégeink, műsorunk és rendezvényünk a végéhez közeledik. Benkó Péter kántor úrunk kutató munkája során rábukkant egy réges-régi, szép egyházi dicséretre, a Szántó Vető ember énekére, aminek még az is egy nagyon érdekes momentuma, hogy ezt a Szántó Vető ember énekét Szőnyi Benyámin írta, aki Alsónémedén született és gyermekeskedett, az akkori alsónémedi lelkipásztornak a gyermekeként a 18. század elején. Innen került el Hódmezővásárhelyre, és lett énekszerző, református dicséretíró. Valamit még a kántor úr ezzel kapcsolatban szeretne mondani? Sok mindent. Nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani, de csak annyit, hogy abszolút ökumenikus most ez az éneklés, hiszen református énekkar, katolikus énekkar van itt mögöttem, és a szöveg az tényleg református, a dallam viszont egy gregorián dallam, úgyhogy az pedig katolikus, úgyhogy teljesen ökumenikus. És ezzel szeretnénk köszönteni mi is a szántóvető embereket, az alsónémedi gazdákat elsősorban. Köszönjük szépen! És még annyit, hogy a vezénylést pedig a református kollégára fogjuk most bízni, vagy fogom most bízni, és akkor ő fogja vezényelni. Kunoszkár. Én is ezt akartam még mondani, Kunoszkár, református kántor. Oh,
Tisztelt vendégeink, ünnepségünk befejezéséhez közeledett, de még ne tessenek hazamenni, se készülődni se, hiszen már kész a finom ebéd, és már a szakácsok nagyon nyugtalanok, és már aggodalmaskodnak, nehogy kihűljön a finom leves és a finom húsok. Ünnepélyesen kezdtük, ünnepélyesen is zárjuk, a szózatot énekeljük el fennállva. Kedves vendégeink, köszönjük szépen, hogy részt vettek ezen a rendkívül felemelő délelőttön. Kérjük, hogy tessenek elfoglalni helyüket, kényelmesen elhelyezkedni, és mi egy nagyon nagy titokkal és meglepetéssel készültünk, hogy addig, amíg az ebédnek előkészítjük a helyet, még azért lássanak egy kicsit bele alsónémedi értékeibe. Községünk egyik büszkesége a Boróka Néptánc csoport fog következni, még az ebédhez elékészülnek a szakácsok. Országos viszonylatban is nagyon kevés az, hogy egy ilyen nagy létszámú néptánc csoport, mint a miénk, már hosszú évek óta együtt táncol. 2014-ben alapultak, Szarka Ágnes, néptáncoktató, óvodapedagógus töretlen lelkesedéssel és lendülettel vezeti a csoportot. Most az együttesnek csak egy kisebb része jött el, hiszen a színpadunk méretei azok meghatározzák a létszámot. Következik a Boróka Néptánc Együttes Alsónémediről. Csak én magam egyedül.
Rózsa, rózsa, eje, rózsa, rózsa, te a rózsa levele. Nem beszéltem, eje, hogy nem beszéltem a babámmal az este. A zsebkendőm is nála van a zsebébe. Visszahozza, eje, hogy visszahozza, ha akarja az este. A zsebkendőm is nála van a zsebébe. Visszahozza, eje, hogy visszahozza, ha akarja az este.
Jó étvágyat kívánunk az ebédhez. A híres májgombóc levesünkkel kedveskedünk kedves vendégeinknek. Gabika főzte a betyárba, és ez már elég garancia. Ezt követően marha pörköltet és sültest állat kívánunk. Tessenek kényelmesen elhelyezkedni. Mielőtt az ebédet elkezdenénk, még egy köszöntőnk van. Mária nap volt nem régen. Sándor János úr szeretné fölköszönteni a Máriákat, és köztük elsőnek Cseh Máriát, dr. Tordján Józsefnét és Lambert Győzőnét, Marikát az Arany Kolona Alapítványtól, és azon kívül még minden Máriát, aki csak a teremben itt van. A borókásoknak is köszönjük a táncot, reméljük nem melegedtek ki nagyon, tessenek helyet foglalni, kényelembe helyezkedni, és jó étvágyat kívánunk. Esetleg, aki még ebéd előtt egy kis kupicával megkóstolna a szilvapálinkánkból, meg a jó kis erdélyi áfonya pálinkákból, az legyen szíves odafáradni a bejáratnál a rövid italos pulthoz, és onnan még fölhajthat egy nyalintással. Jó étvágyat kívánunk!